Üdvözöllek benneteket, én Évész János vagyok. Egyszer áttárgyaljuk ezt az Attila királyos témát, mert látom, hogy ebbe... Tehát amikor Attila király el akarja foglalni Rómát, című történetről van szó, akkor a vének tanácsa elmondja neki, hogy a stratégiát, hogy mire számítson. Attila király fogta magát, a 400 000-es fős hadseregével elment le Róma falai alá, és jöttek a kémek, tehát a futárok, hogy baj van, ugyanis tudjátok jól, hogy a Róma, hogyha a térképen nézed, olyan, mint egy csizma, hogy a szára, és akkor egészen lent van Róma. Na most ebbe a csizmaszárba ők beszorultak, ugyanis előttük volt Róma, mögöttük pedig a nyugati egyesített hadsereg. És újból össze kellett hívni a vének tanácsát, aki megmondta Attila királynak, látod, előre szóltunk. A fele hadseregét ki kellett menteni az Adrián hajókkal, kurva nagy pénzekért, a másik fele meg a Pireneusokon kis csoportokra osztva a hegygerinceken jött haza, az itthoniakat meg jó megverték. Nem a könyvekben van a történelem, hanem a levelekben. Levelezésekből kiderül, pécsi levéltár, nem tudom én a forrás, csak nem mondom be a nevet, levéltár főosztályvezetője. Azt mondja, hogy Attila király Pécsre érkezett. Pécsre érkezett be, a pécsi királlyal vette föl a kapcsolatot. Az egy jó 2 méteres ember volt, és Attila azt írta a levelében, hogy adja át a várat, mert jövünk. Pécsi király meg visszaválaszolt, hogy mert hogy látta, hogy az Attila király nagyképű, azt mondja, hogy mire idejesz, már lehet, hogy nem fogok élni, mert maréknyi emberrel védem a Pécs várát, várost. Ez váras igazából, nem város, váras település. És azt mondja, de ha ilyen nagyképű vagy, állj ki velem egy csatára. Mert ha én jönnék 400 000 sereggel, és te maroknyi emberrel lennél, én nem lennék veled ilyen lekezelő szemtelen. Nyílik a pécsi várkapu, Attila király tudjuk, akkora volt, mint a kutya ülve, ilyen picike ember, és lát egy óriási szabját, ami olyan fej magasságában volt a szabja, 1,50 magas szabja, és így elkezdett főfele nézni, és így egy 2 méteres ember ott állt vele szembe. Akkora volt a szabjája, mint maga Attila király. Megértettük egymást? És akkor kiderült, hogy tényleg ez a pécsi ember egy karakán, egy normális fickó, azt összehaverkodtak, azt életek végig jó barátok voltak, és Attila mindig a pécsi várnak az alagút rendszerébe volt elbújtatva, nem is elbújtatva, hanem oda járt magát kipihenni, inkább így mondanám. A levelezésekből sok minden kiderül. Úgyhogy ezért nem foglaltuk el Rómát, mert ott előttünk Róma, mögöttünk az egyesített nyugati hadsereg. Úgyhogy, és úgy kellett onnan kimenekülni. Ezt vegyétek tudomásul. Na, köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!